Sziasztok! Üdv újra itt a csatornán. A mai videóban ismét egy lámpa lesz a porondon. Ez pedig nem más, mint a Petzl Swift RL-nek, a 2023-ban feljavított, feltuningolt lámpája. Kicsit azt érzem, hogy meghallgatta a gyártó a felhasználóknak az igényeit, és elment ebben az irányban. Úgyhogy ma ezeket fogjuk megnézni és kivesézni. Az előző videót a képernyő jobb felső sarkában, hogyha fölkattintotok, ott tudjátok megnézni. A mostani lámpánk külsőre igazából semmit nem változott. Talán ami pozitívként mondható el, hogy egy picit változott talán a fejpánt. Én elhoztam magammal a régit is. Ez az enyém. De megnézitek, akkor ez már egy kicsit viseletes. És ennek ugye a fekete az új, a szürke a régi. Itt talán jobban meg van vasalva, vagy jobban össze van melegítve. Talán strapabíróbb lesz, mint az elődje. Kinézetre teljesen ugyanaz a két lámpa. Amit elsőnek észre lehet venni, az, hogy az új lámpán már nincsen zár. Tehát egy egyszerű nyomógomb került a tetejére, egyszer megnyomod, bekapcsol, ugye végigmegy a menükön, úgymond. És annyi van, hogy talán egy picit tovább kell nyomni, mint a régebbi lámpát. Ugye a régebbi lámpának nagyon jó volt, hogy volt egy ilyen záró része, amivel le tudtad lokkolni a nyomógombot, így nem fordulhatott az elő, hogy mondjuk a táskádba, hogyha berakod, akkor véletlenül bekapcsolva marad. Hát ezt kivették belőle. Ami újdonság még, az, hogy USB-C-n tudjuk most már tölteni a lámpánkat. A régebbi az még csak a sima kisméretű USB-A, vagy mini, vagy nem is tudom, mi volt ennek már a neve, ezen tudtad tölteni. Ami még jó hír, hogy a két akkumulátor teljesen kompatibilis egymással, tehát ha vesztek egy újabb akkumulátort, azt a régebbi lámpával ugyanúgy fogjátok tudni használni. Amit az akkumulátor töltéséről tudni kell, hogy gyors töltést úgymond nem támogat, olyan 4-5 óra alatt fog feltölteni. Kipróbáltam direkt egy ilyen jó minőségű gyors töltővel, de nem tapasztaltam sebességbeli változást. Tehát külsőre nem sok minden változott a két lámpa között, annyi, hogy újabb színek jelentek meg, van fekete, narancs, akkor van ez a fehér-fekete, ami nekem nagyon tetszik, hogy van egy ilyen fekete citromsárga kivitel, az olyan, mint egy ilyen Caterpillar munkagép lenne, az nekem nagyon-nagyon tetszett. Most beszéljünk egy kicsit arról, hogy miért is mondtam azt, hogy meghallgatták a felhasználók igényeit. Amit az előző lámpából nagyon hiányoltam, az az, hogy nincsen benne piros fény. Itt pedig ezt megkaptuk. Jó, nézzük meg, tehát bekapcsolod a lámpát, nyomod folyamatosan hosszan a gombot, átvált reflektorüzemmódba, és utána átvált pirosra. Ez sátorozásnak tényleg nagyon jól tud lenni, nem fogja kisütni a szemedet, illetve megnyomod még egyszer, akkor pedig átvált ilyen stroboszkóp üzemmódra. Jó, megnyomjuk még egyszer, akkor pedig ki fogja kapcsolni a készüléket. Én azt vettem észre, hogy az akkumulátor ideje az megnőtt. Amikor megkaptam a lámpákat, az első bekapcsolásnál azt mutatta, hogy le van merülve. Mondom, akkor csináljunk egy olyan tesztet, hogy nézzük meg, hogy így mennyi ideig fogja bírni. Azt tudom mondani, hogy olyan 10-12 óra után így beraktam a fiókba, és azt mondtam, hogy köszi, de most már elég volt. Úgyhogy ezen biztosan javítottak. Az előző lámpánál problémám volt, hogy szerintem nem volt olyan jó az üzemideje, nem az igazi az akkumulátor a réginek. Most télen sokat használtam a melóba, és kint hagytam a kocsiba, és hiába volt este föltöltve, reggelre már minimális volt a töltöttsége, úgyhogy valószínűleg a hideg nem tett neki jót. A csomag tartalmaz egy nagyon jó pofa kis szütyőt, egy ilyen kis, ebbe érkezik meg a lámpa, ebbe van még ugye egy USB-C-s töltőkábel, meg benne van a lámpa, ebbe van becsomagolva, ami nekem nagyon tetszik, hogy ez nem csak egy sima szütyő, hanem egy ilyen olyan anyagból van, mint általában a sátrak, áttetsző, fehér, és mint egy ilyen kis zseblámpa, tehát hogyha beleteszed a lámpát, akkor így szétszórja a fényt, ezáltal egy kellemes kis ilyen asztali lámpa effektust fog létrehozni. Én azt vettem észre, hogy most már az újabb Petzl lámpákhoz ezt alapból becsomagolják ezeket a kis zacsikat. Ez egy tök jó és pozitív dolog.
standard beállítás mellett első állás, ez 10 lumen, 12 méter, 10 óra. Hát, kamera annyira nem adja vissza, de szerintem ebben is elég jól lehet látni. Így talán. Így. Második állás, ez már 160 lumen, 50 méterre világít el, 7 óra. Harmadik állás, hát ez már elég combos, ez 700 lumen, 155 méter és 2 óra. Nézzük a reflektív módot. Első állás. Ez 18 és 100 lumen között állítja a lámpa. 35 méter a látótávolság. És 10 és 70 óra. Lehet látni, hogy ahogy visszaverődik a fény, visszaveszi a fényerőt. Kettes állás. Itt 25 és 275 lumen között állít, 75 méter a látótávolság, vagyis nem a látótávolság, hanem pontosabban amennyire elvilágít, és 7 és 45 óra között van az üzemidő, és akkor a legbrutálisabb, az pedig úgy néz ki, hogy 30 és 1100 lumen közötti a fényerő, amit tud, 155 méter, elég jó, itt lent vagyok a Dunaparton, elég kellemes távolságig elvilágít, és 2 és 35 óra között. Átváltottam piros világító üzemmódba, ez a sátorban például nagy haszna van szerintem, jó, van egy kis fényzaj, de még ezzel is lehet látni a földet. Jó, ez azt hiszem 5 lumen fényerőt tud. Következő állás a villogó. Ez igazából ez így mutatkozik meg. Jó, így 150 méterről is észre lehet venni, és így akár 300 órára is képes a lámpa. Jó, kikapcsoltuk. És mutatja szépen, hogy az akkumulátor mennyire van föltöltve. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót. Külön köszönet az Ultra Trail Hungary-nek, pontosabban a töltyfaszintű támogatójának, a Petzl-nek, hogy biztosította számomra ezt a lámpát és a másik kettőt, ami még ott van a hátizsákomba. Azokat is mindjárt le fogom tesztelni, vagyis már leteszteltem, csak fölveszem a videót róla. Úgyhogy nektek, ha tetszett a videó, dobjatok rá egy lájkot, iratkozzatok föl, osszátok meg, kérdezzetek, írjatok bátran. Találkozunk legközelebb. Szevasztok!